A piros mezben játszó PMFC kezdte a játékot a kéki-fehérben játszó komlói csapat ellen. Két nagymúltú NB1-es csapat a PMFC pályán, tehát baranyai rangadón. Gyere, nagyot esett. Minden esetre egy szabadrugás. Gyorsan el is végzi. Kalin, lövőhelyzet. Jó indítás. Gólhelyzet. 1-0. Villámgyors szabadrugás, ahogy itt látható. És Kalin mesteri labdával indította Gerát, aki 100%-os helyzetben van. Itt már csak attól kell tartani, hogy esetleg elakad Ádám kapusban, de nem. Bent van tehát a 23. percben a második félidőben. A hazai vezető gól, a PMFC vezet a Komló ellen 1-0 arányban. Dömény és Mosonyi tehát, szabadrugás. Dömény! És ott a gól. És ott a gól, bizonyám. Sólyom nagyon jobb oldalra helyezkedett, ahogy itt látható. És Dömény megtalálta azt a kis rést a kapu bal oldalán, ahova be lehet lőni a labdát. A második félidő 35. percében tehát Dömény góljával egyenlít a vendégcsapat 9 emberrel. Cakó, Gera, Szimcsik és Gera. Gera cselezget, elesik. Kalin, Kalin, nagy labda, Kovács! Hely, ezt is ki tudta hagyni Kovács! Hát ez nem lehet igaz. Réfi Gábor is felugrik a kispadról. Közben Varga Zsolt le is piceg a pályáról, megsérült. Jó belőtt labda, de szép! Gera előtt a gólhelyzet, és Ádám mekkorát védett! Szimcsik, Kutas, lökött egyet Szimcsiken, de Varga Zsolt hozzá a labdát. Szimcsik nagyszerű labdát kap. Szimcsik lő, fölé! Az utolsó percekben is egy vendéghelyzet. Az utolsó másodpercek itt a PMFC pályán. És Farkas György le is fújja a meccset. A második félidő végén tehát 1-1 a mérkőzés végeredménye.